Kála Jernő, az opera koncertmestere, Icák Perlman tanítványa különleges hangszeren játszik az előadásokon. A szólistaként, kamarazenészként és koncertmesterként is elismert sokoldalú zenész azt mondja, ez a hangszer a hangszínével kiválasztotta őt. A legfontosabb, hogy sokfajta színt lehessen kihozni egy hegedűből. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy egy hegedűnek a hangja édes legyen. Ezen a cédulán azt olvasni, hogy Stradivári formájú, illetve hogy a készítője egy bizonyos Nemessányi Sámuel. Hogy ez miért akkora dolog, arról beszéljen az, aki ráakadt. Nem akarok nagy szavakat használni, de úgy 30-50 évente egyszer szokott előfordulni, hogy a semmiből jön egy ilyen kvalitású hangszer, ráadásul elég erősen dokumentált. De ki volt Nemessányi Sámuel Félix, a 19. században élt misztikus hangszerészmester? Az a mendemonda járja róla, hogy amikor hegedűt készített, akkor úgy bezárkózott, hogy nem volt szabad a közelébe menni. Nemessányi László hangszerkészítő műhelyében vagyunk, aki híres leszármazottja még híresebb felmenőjének, legalábbis a rokonság szerint. Pontosan nem tudom. 1802-ig tudtuk visszavezetni a családfát kutatások alkalmával, addig nem ér össze a két családfa, viszont alkalmam volt nagyon sok rokonnal találkozni. Az összes Nemessányi azt mondta, hogy mi biztos, hogy rokonok vagyunk. Sámuel 1863-ban hangszerész tanulmányai végeztével érkezett Pest-Budára, cseh és magyar mesterektől szerzett tudással. Mesterjelzésének szövegét, formáját László is átvette. Ezt mesterjelzésnek vagy angolul labelnek hívják. Ha az ember saját maga teszi be a készülő új hangszerébe, nekem ez egy most készülő hangszerem, akkor itt a még ki nem vágott F-nyíláson keresztül biztos, hogy a mesternek pont a nevére kell rálátni. A műhely faláról utódját figyelő előd elsősorban kitűnő fáiról volt híres. A szakma szeretete a lakkozás és a klientúrája tette híressé, akik egyenesen sztárolták őt. 44 évesen halt meg, életében kevés hegedűt tudott készíteni, halála után a hangszereire viszont egyenesen vadásztak külföldön. Amit ígértem. Erre az egészen korai 1865-ben készített Nemessányi Sámuel hegedűre az opera zenekari igazgatója rátalált. A hangszerész is összesen 9 Nemessányi hegedűvel került kapcsolatba egész életében. A mester első korszakának bizonyos Kis Péterről elnevezett darabja papírjait látva lázba is jön. Kis Péter egykori nemzeti zenedei tanár részére készült, és alá van ide írva, hogy Ex Schmiedel. Na és ez az, akiről nem tudom, hogy kicsoda. Tehát, hogy az Schmiedel az, hogy kerül a képbe. Hogy Kis Péter 1880 valamennyiben elhunyt, és ugye hát utána valahova kellett, hogy kerüljön a hangszer. Nagy valószínűséggel ez a Schmiedel egy kereskedő volt. Az 1920-as években a Reményi család birtokába került. Reményi László bírósági hangszerszakértő halálakor elevél szerint az özvegye eladta 26 ezer forintért a Gál családnak. Az opera ettől a családtól két újabb eredetiség vizsgálat után vásárolta meg. Hogy mennyi volt a mai ára? 35 és 75 ezer között. Euróban. Létezik egy nemzetközileg kvázi elfogadott katalógus, amelyik tólig árakat határoz meg. A tulajdonosok 2018-ban úgy döntöttek, hogy értékesítik a hangszert, és az általuk meghatározott érték ennek a tólignak körülbelül a közepén található. Azaz, az ára úgy 20 millió forint. Sarasate Carmen fantáziájának részlete különleges hangzását is bemutatja. Amikor először megláttam a hangszert már, akkor nagyon érdekesnek tartottam, és nagyon megfogott a hangszíne. Nagyon különleges hangja van ennek a hegedűnek.
A mélyebb tónusú, lent és fent is játékos, mégis átütő, erejű, széles hangzású hegedű ritkaság az opera koncertjein látható, hallható és csodálható is, mint a hazai komoly zenei élet megmentett, mégis rejtett kincse.